Hát sziasztok, mellettem Beg Zoli. Szevasz Zoli. Ciao Gyuri. Hogy vagy? Kösz, meg vagyok. Kicsit fáradtam, de kiélesedem mindjárt. Beszélgettünk arról, hogy 11 órakor kezdtek, ugye 2 órával vagyunk még a koncert előtt. Megkérdeztem, hogy mennyire izgulsz. Van-e valami izgalom ennyi rutin után, ami mögötted van? Szerintem, vagy hogy mondjam, azt nem tudom, hogy általánosan így van-e, de én nem nagyon tudom feszültség nélkül megcsinálni a koncerteket. Szóval valahogy az jobban megijeszt, hogyha nem lenne bennem feszültség, mint amikor van. Mert valahogy, hogyha nincsen benned feszültség, akkor az azt jelenti, hogy van valami tét nélküliség benned. És tét nélkül nem lehet színpadra menni. Talán úgy mondanám, hogy ahogy el lehessen képzelni, hogy azért ez nem az izgalom mondjuk, mint amikor a ötödikesként a prózamondó versenyen izgultam, hogy el fogom tudni-e mondani az adott prózát. De szóval nem az a fajta ilyen inggyűrködős gyerekizgalom, vagy lámpaláz, hanem inkább valamiféle feszültsége annak, hogy nem tudom pontosan, hogy mi fog történni, de fel kell készülnöm arra, hogy valaminek történnie kell. És ez inkább várakozásnak mondanám talán, tudod? A történésre való várakozásnak, aminek át akarom adni magam, és nem irányítani. Egyébként mit versz ma este a kampusz közönségétől? Ti voltatok már itt? Hát sokat játszottunk itt, igen, az évek során. Talán még a kezdeti időkben még a kampusz őstörténetén a Vekeri Tavin játszottunk. Aztán bekerült a városba, és lett a Campus Fesztivál, ami szerintem egy nagyszerű tér, vagy hogy mondjam, a fesztiválnak, és hát szerintem azóta tulajdonképp minden évben vagyunk. Szuper. Egyébként tavalyhoz képest, tehát hogyha azt mondom neked, hogy tavaly színpadra léptetek, emlékszel arra a pillanatra, amikor lejöttél a színpadról, hogy mit éreztél? Hát az őszintesség kulcsa egy interjúnak nem. Tehát, hogy de ma este mit vársz el magadtól? Alapvetően az elvárásom az valami olyasmi, hogy jelen lenni. Szóval tulajdonképpen ennyi. Szerintem, tudom én, valószínűleg viszonylag tűrhetően el fogjuk tudni játszani a dalokat, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem, ezeken nincsen rajtam ilyen technikai nyomás, vagy hogy mondjam, inkább a jelenlét a kérdés, szóval, hogy ne rajtam kívül történjenek meg a dalok. A rajtam kívül megtörtént dal az olyan, mint hogyha egy wurlitzer lenne a zenekar. Szóval kimegy, eljátsza a dalait, majd lejön. És persze nagyszerűen el fogja játszani a dalait. Ettől nem nagyon tartok. A kulcskérdés az a jelenlét. Tulajdonképpen az, hogy képesek vagyunk-e valami itt és most jelenlévő energiával beleköltözni a dalokba, hogy azoknak a daloknak itt és most legyen a kampuszon ma este egy saját igazsága. Zoli, azt mondtad, hogy őszinteség, akkor én is így fogok hozzád szólni. Nekem most van veled az első interjúm, de nagyon remélem, hogy nem az utolsó. Iszonyatosan boldog vagyok, hogy interjút adtál nekünk, és csak is jó szerencsét, sok sikert, és a jelenlétet kívánom, amit te is elmondtál. Köszönöm. Kösz, Gyuri.